a magyar művészet történetet egyik legkiválóbb mestere, Csontváry Kosztka Tivadar, és bár a művészetéről több tucat könyv jelent meg, és az önéletírása is ismert, mégis valahogy egészen keveset tudunk róla. Vendégünk a stúdióban Végváry Zsófia, aki amellett, hogy hazánk egyik vezető Csontváry szakértője, a festményvizsgálati laboratórium alapítója is egyben. Szia, köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát hogyan lesz valakiből Csontváry szakértő? Hogyan kezdődött nálad ez az érdeklődés? Ez egy véletlen történések sorozata volt. 2008-ban kezdtem el festményvizsgálattal foglalkozni, és én nagyon szeretem egyébként Munkácsit, és őt kezdtem el kutatni, az ő művészetét, és a laborba, hogy hát a nagy számok törvénye alapján bejönnek néha nagyon furcsa dolgok, úgyhogy így találkoztam az első Csontváryval. Nagyon különleges festmény volt, a kataloguson kívüli volt, tehát nem volt benne abban 130-150 darabban, amit hivatalosan ugye elismernek, és azt mondtam, hogy ez nem olajfestékkel készült, hát derítsük ki, hogy mi ez, mert hogy teljesen egyértelmű volt már elnézésre is, hogy Csontváry a kép, stiláris jegyek alapján, úgyhogy így találkoztam Csontváryval, és egy hihetetlen érdekes és különleges utazást kezdtem el Csontváryval, és vezetett az úton, hogy merre is menjek. És ez az utazás azóta is tart, annyira, hogy el is hoztál hozzánk egy Csontváry festményt. Mi ez a kép, mit kell róla tudni? Kicsikét messzebbről kezdeném, hogyha megengeditek. Ahogy a Csontváry képeket újra elkezdtem feldolgozni, nem anyagvizsgálat szerint, hanem művészettörténeti szempontok alapján, rájöttem, hogy egy egészen más rendszerbe is beillenek. Tehát, hogy a mainstream művészettörténetbe, vagy abba az irányzatba, amit ideig tudtunk Csontváryról, de nem igazán stimmel bele ez a dolog, és akkor nézzük meg, hogy még mi van utána. Így futottam bele a Uránia Tudományos Színházba. Csontváry egyetlen levele ismert, amit ír az Urániáról, és én mindig tele vagyok kérdésekkel, hogy mindenek járjunk utána, tehát álljunk meg, kutassuk ki. És hogy lehet, hogy ő járt az Uránia Tudományos Színházba, ami olyan volt, mint mondjuk nem olyan régen a Minden Tudás Egyeteme, és egy olyan fantasztikus világba csöppentem bele, akkor még nem is volt kikutatva nagyon az Uránia Tudományos Színháznak a működése, és így találkoztam Izadora Duncan alakjával. Budapesten született meg egyébként a modern tánc 1902-ben, az ő nevéhez kapcsolódik, és Csontváry megörökítette a hölgyet, és ezt a képet hoztam magammal, és a legtöbb női szereplő egyébként Csontváry festményein, Izadora Duncan például a Szerelmesek Találkozása című képen is ő van rajta, és ebből született meg egyébként a könyv, ami itt van az asztalon, illetve most fejeztem be egy 600 oldalas kéziratot, ami nem csak ezt dolgozza fel, hanem tulajdonképpen Csontváry teljes életművét újra. A tánc és az Uránia Tudományos Színház története amúgy is összefonódik, hiszen az első magyar filmet, igen, ugye pont tánc címmel. Igen, április 30-án az út ünnepeljük a tánc világnapját. Igen, és hát ez a monográfia viszont már nagyon régóta készült, akkor ezek szerint a végére értél, és most már lassacskán ki is tudjátok adni? Végére értem, de hát egy ilyen munkát azért nem lehet elkapkodni, ez 15 év munkája, vagy 14 év munkája, és én nagyon alaposan ember vagyok, úgyhogy az anyaghasználattól az Uránián keresztül a képeslapok alkalmazásáig minden benne van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fog majd meglepetést okozni a könyv. Tulajdonképpen Csontváryról Molnos Péter írásában jelent meg utoljára monográfia, vagy hát egy átfogó anyag 2009-ben, de előtte 1964-ben Németh Lajostól. Úgyhogy ezért azóta már elég sok víz lefolyt a mellettünk lévő Dunán, úgyhogy nagyon sok információ került azóta elő Csontváryról, és amióta internet van, azóta meg nagyon sok minden még pluszben is érhető forrásanyagok, amit ideig nem tudtunk, hogy hol vannak. Már többször emlegettük a festményvizsgálatot. Milyen körülmények között dolgoztok ti? Hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat? Mondjuk akár Csontváry esetében. Mindenképp először az alapvizsgálatot szoktam javasolni, ez teljesen objektív vizsgálat, itt semmi hókusz-pókusz, hogy nincsen, hogy jaj, de szép a keretem, meg jaj, de szép a festmény, hanem itt lecsupaszított természettudományos tények vannak. Roncsolásmentes anyagvizsgálattal kezdünk, ami azt jelenti, hogy megnézzük az anyag összetételét, különböző fotótechnikai vizsgálatokat végzünk és mikroszkópiát, és amikor az alapvizsgálatokat elvégezzük, akkor már lehet egy alapvéleményt mondani. Hát legjobban egyébként ez a 19. század második felétől 20. század közepéig készült festményekre vonatkozik, tehát mondjuk, hogyha egy Munkácsiba vagy egy Színyei alkotásban van titánfehér, amit nagyon gyorsan ki lehet szűrni, ugye akkor ott hamisítványról van szó.
Hát sajnos, hogy elszomorítsam itt a nézőket meg benneteket, azért a laborban megforduló képeknek a 60-70%-a hamis. Ez egy borzasztó arány. Úgyhogy... Van mivel dolgozni ezek szerint, de elsősorban akkor azért viszik mondjuk a festményeket hozzátok, hogy az eredetiségét megvizsgálják, vagy mondjuk egyéb tudományos leírásokra is alkalmazható nem az a módszer? Nem, elsősorban az eredetiség kérdése. Magángyűjtők, amikor adásvételre kerül sor, akkor el szokták hozni a festményt, vagy mondjuk vásárlás előtt behozzák az emberek. Nem hogy mindegy, hogy mire adunk ki milliókat. Hát igen. Azok, akik igen, és hát nagyon jó lenne, hogyha egy bizonyos összeghatár fölött minden festménynek kéne vizsgálni, mert a legalapobb hamisítási módszer, amikor csak egy szignót cserélnek ki. Hát, hogy valamire hasonlít, és akkor nincs rajta mondjuk név, vagy leszedik a régi szignót, és akkor áraknak egy új szignót, és már egy nullát olyan, mint hogyha az összeg végére írtak volna ezzel. Azon túl, hogy könyveket írsz Csontváriról, előadásokat is tartasz, és ezzel is járod az országod. Milyen érdekességeket szoktál kiemelni az ő életművéből? Hát Csontvárinak az egész élete nagyon érdekes, úgyhogy azt szoktam mondani, lehet nálam rendelni, hogy miről legyen az előadás. Anyagvizsgálatot szoktam például úgy általánosan, illetve még festményvizsgálatra visszatérve a festményvizsgálat bemutatását, mert ez egy ilyen nagyon kellemesen szórakoztató előadás is, hogy amikor ugye rajta kapjuk a hamisítót, tehát hogy én járok túl az eszén, vagy a labor jár túl az eszén, és ki akkor is tudsz emelni esetleg egy ilyen konkrét példát, ami ilyen emlékezetes volt? Hát az emlékezetes példák, azok mindig egy kicsikét fájók a tulajdonosoknak. De mondjuk volt olyan, hogy nem is gondolt arra, hogy neki milyen festménye van, és egyszer csak kiderült, hogy egy Sziszti képe van, és csak úgy szinte bedobta, hogy felhívott telefonon a tulajdonos, hogy nyissam már ki az ablakot, mert nagyon siet, és hogy ő bedobna egy festményt, nézzem már meg, mert most vette a piacon félérekért. És végül kiderült tényleg, hogy egy Alfred Sziszti képe volt. Úgyhogy az egy... Mondjuk nem tudom, mit akar a fillérekért, mert lehet, hogy nem azt, amit nekem. Hát ahhoz képest, hogy mennyit ér tényleg fillérekért, bár mondjuk én annyiért sem mertem volna megvenni a képet, de hát rengeteg olyan van, hogy a hinni akarok elv bejön az embereknél, és akkor hát azt hiszem, hogy én most megtaláltam a kincset, vettem egy vasszarit, vettem egy gulácsit, mondjuk vateráztam egyet, bocsánat, vagy így kimondom, de volt egy nagyon jó történet egy pár évvel ezelőtt, azt hiszem médiát teljesen körbejárta az online sajtót, hogy vaterázd magadnak egy gulácsit. Hát, hogy még bármit is lehet találni egyébként az interneten, úgyhogy hát nagyon sok történet van, de hát általában a sztorikkal lehet eladni a festményeket, hogy egy jó történet, hogy hol lógott, már 50 éve egy gyűjteményben volt, vagy 100 éve már ott volt, még meg se született az a festő, de akkor már ott volt. Illetve vannak szerzők, akik mai napig is élnek és dolgoznak, többek között Riprónai, meg Vaszari János, ők még mindig festenek. Akárcsak, hogyha mondjuk én csinálnék tőlük egy festményt. Viszont visszatérve Csontvárira, ugye mondtad, hogy azért néha nem is kategorizálható akár a mainstream fogalmak szerint, akkor talán ez is az egyik oka, ami őt kiemeli egy kicsit a magyar művészet történetben? Hát ő saját maga szelektálta egyébként a festményeket, és ahogy az első monográfusának mondta Lehel Ferencnek, akivel jóba volt még annak idején, hogy ő a nagyon sok festményt a Gácsi patika padlására száműzött, a baglyok is denevérek közé. Hát ő kiválogatott egy törzsanyagot, és felkerült a többi a padlásra. Tehát tulajdonképpen fotókat nem ismerünk abból az időből, csak címeket, úgyhogy a kiállítási leírásokból tudjuk azonosítani még az apróbb képeket is, és még mindig van olyan festmény, ami a kiállítási katalógusaiba szerepel cím szerint, és még mindig nem lehet beazonosítani. Na jó, de hát gondoljatok bele, hogy azóta azért hány háború volt, és mi ment keresztül az ország, hogy én azt gondolom, hogy így is fantasztikus, hogy még mindig vannak festmények, amik elő tudnak kerülni, mint például ez az Isadora Duncan és a Csontváry kapcsolatát igazoló festmény. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyire kiapadhatatlan forrás szerinted Csontváry? Hát, abszolút, mert például a Zarándoklás a Cédrushoz, az talán Magyarország egyik legismertebb festménye. Tudjátok, középen áll az a hatalmas nagy fa, és fehér ruhás alakok táncolnak. Például ki tudtam mutatni, hogy az Isadora Duncannek a tánca fázisfotók egymás mellé festve, hiszen a modern tánc és a film
egy időben született meg Budapesten, úgyhogy tulajdonképpen egy filmet látunk lefestve, hogy hogyan táncol a hölgy. Szóval, hogy még mindig van olyan lehetőség Csontváriba, amit még nem ismerünk, mert nagyon érdekes volt az ő képépítési eljárása, de mindig sokkal többet tett hozzá, ő nem csak egy képet festett, hanem ő mindent egyszerre lefestett egy alkotásra. Kedves Zsófia, nagyon szépen köszönjük, hogy egyrészt ezt a rengeteg dolgot elmondtad nekünk Csontváriról, szerintem sokkal-sokkal okosabbak lettünk, mint mondjuk 10 perccel ezelőtt voltunk, és hát azt is köszönjük, hogy elhoztad hozzánk ezt a festményt. Igen, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen.